Szeptember 22-én és 23-án lezajlott az idei Újborfesztivál Baján. A rendezvény a látogatók és a szervezők legnagyobb megelégedésére remekül sikerült. Szerencsére még az időjárás is kedvezően alakult. Amiben az idei 5. Újborfesztivál több volt, illetve más volt, mint az előző években megszokott, az, hogy kiegészült egy Baja-Gemenc természeti napokkal, illetve a Bács-Kiskun megyei vadászoknak a Szent Hubertus vadásznapjával. Én úgy gondolom, hogy aki kint volt a rendezvényen és kilátogatott, megnézte a programjainkat, az láthatta, hogy körülbelül 8-10 ezer ember kint volt a rendezvényen. Kellemes volt az idő, természetesen ez is kellett hozzá. Változatos, érdekes programok, olyanok, amelyekkel még nem találkozhatott a bajai közönség, ez mind-mind kivonzott az embereket. A Bács-Kiskun megyei vadászok Szent Hubertus vadásznapjának történései mellett, mint például a Szent Hubertus vadászmise, új vadászok fogadalomtétele, olyan kísérő rendezvények, mint a solymász bemutató, műnyulas agárfuttatás, vadászkutya bemutató, íjászat, trófea és fotókiállítás kaptak helyet a program palettán. Nagyon érdekes volt szerintem még a lézeres lövészet a Gemenc sátrában. A színpadi programokat természetesen mindig úgy állítjuk össze, hogy gyerekekhez, felnőttekhez is szóljunk egyaránt. Ebben természetesen a kézműves foglalkozás is segítségünkre volt, valamint a városban működő gyermekcsoportok, illetve felnőtt csoportoknak a bemutatkozása. Nem maradhatott el természetesen a hagyományos szüreti felvonulás, amelyhez az idén sokan csatlakoztak, és természetesen a Nemzeti Vágtának a győzteseivel együtt köszönthettük őket. És amit még külön kiemelnék, hogy sikerült vasárnap megválasztanunk az 5. bajai borkirálynőt, aki most egy éven keresztül viselhetné ezt a rangos címet a két udvarhölgyével együtt. Az idén a 16 éves Koch Pálma fejére került a korona. A Bélás diáklány borok értékesítésével, illetve vendéglátással szeretne foglalkozni, addig is a tanulás mellett versenytáncol és sportol. Első udvarhölgye Hegedűs Jennifer Petra, a második udvarhölgy pedig Péter Szabó Nikoletta lett. Egy hétfős zsűri választotta ki a 10 jelentkező lány közül, hogy kiképviselje Baja, illetve Hajós bajai hegyközséget a következő évben, mint borkirálynő, és a zsűri egyöntető véleménye alapján Koch Pálma volt az, aki erre a rangra méltónak ítéltetett. 10 borász vett részt a rendezvényen, ezekből természetesen a legnagyobb számmal a helyi borászok mutatkoztak meg, de itt volt például Wunderlich Alajos Villányból, és több vendégborász volt még jelen a rendezvényen, akikkel való konzultáció, beszélgetés folyamán kiderült, hogy amennyiben hívjuk őket, akkor nagyon szívesen, sok szeretettel látogatnak el a jövő évben is Bajára. A 6. Újborfesztivál természetesen ugyanúgy megrendezésre kerül, hogy a Baja-Gemenc természeti napok, illetve vadásznapok, ugye, amely nem minden évben kerül megrendezésre ugyanazon a helyszínen, ezt még előzetesen nem tudjuk, de mindenképpen tervezzük azt, hogy természeti programokkal, a bajai programokkal mindenképpen kiegészítsük a rendezvényt.